szamarak, úgy nézünk ki mindig, mikor elindulunk. Szevasz mini yeti. Olyan vagy, mint egy mini yeti. Kis szérvók. Ja, várj. Málláslovak vagyunk megint. Lemerült a... Nyissad már az ajtót. Nem nyitottam ki. Az elem, a mikrofonban az elem, nem tudom, hogy felvesz még, vagy nem. Pont egy olyan helyre megyünk, ahol lehet magadnak elemi. Még jó. Kedves apukatársaim, apuka kollégák, mert mondjuk ez hülyeség. Na mindegy, a lényeg az, hogy boldog apák napját szeretnék kívánni. Apa, hogyha nézel, akkor neked is boldog apák napját kívánok. Most ha nem rakszotok, akkor nem viszem be a nagy kamerát. Ha látok bent valami nagyon érdekeset, amit érdemes videóra rögzíteni, akkor megkísérlem, de tudjátok, itt a Tesco-ban nem igazán lehet rosszalkodni, mert aztán ennyibe ennyi lesz. Itt vagyunk a Tesco-ban, mindenki akkora nagy kedvel dolgozik vasárnap, hogy valami eszméletlen. Az a helyzet, hogy elromlott a visszaváltós üveges, és mindenki rám. Ez a helyzet. Végül is megoldódott a probléma, elmentem a vevőszolgálathoz szólni, hogy probléma van, de időközben megjavult ez a gépezet, és egy kicsit hülyén jött ki a szituáció, de a lényeg az, hogy megjavult. Csak azt nem értem, hogy az emberek miért dolgoznak ilyen nagy kedvel. Tehát olyan hozzászólsz valakit, és akkor hogy mi a f***nak jöttél oda hozzá? Körülbelül ez csapódik le. Bocsi. Jól? Alapjában véve engem nagyon nehezen lehet felidegesíteni, illetve kihozni a sodromból. De két dolog, ami nagyon fel tud dühíteni, az a hülye emberek. Illetve a másik dolog az, hogyha mondjuk belépsz egy üzletbe, és az ott dolgozó úgy fogad, mint hogyha tudjátok, van az olyan érzésetek van, hogy a kárnak mész be az üzletbe. Minek vagy ott egyáltalán? Minek létezel a földön? Annyira szarkedben van, vagy annyira nem szeretek itt dolgozni, hogy utálok mindenkit magamon kívül a földön. Szóval körülbelül ilyen érzés kapott el most is, ahogy bementünk a Tesco-ba. A sztorinak a lényege az volt, hogy üvegeket váltottam éppen vissza, és tönkre ment ez az üvegautomata. És oda mentem ugye a biztonságőrhöz, hogy hát segítsen már, valakinek szóljon, hogy javuljon meg ez a gépezet, mert én csak ott állok, mint egy ma született bárány, és csak bámulok. Szóval a lényeg az, hogy segítségre szorultam, és hát igazából a biztonságőr köszönni is alig tudott, nemhogy segíteni, hanem igazából úgy nézett rám, mint hogyha ki akartam volna rabolni most pont a Tesco-t, hogy ugye miért vagyok én itt vasárnap ilyenkor. Miért megyek oda én olyan hozzá szólni egyáltalán? Most oké, hogy vasárnap van, vasárnap délután van, meg megunta az életét, de akkor ne dolgozzon ilyen helyen. Egyébként itt a makói Tesco-ban vannak néhány olyan dolgozók, akitől egyenesen falra lehet mászni. Úgyhogy nem tudom, hogy a makói Tesco-ban a vezetőség, hogy válogatja meg a munkásokat, de elég fura szemléletük van itt nálunk. Ami mondjuk Budapesten szerintem ez nem működne így, sőt már Szegeden sem. Lacit már ismerhetitek Esztergomból. Most erre a mi környékünkön volt dolga, és beugrott hozzánk is ide Makóra. Most lejöttünk gyorsan ide a Marospartra egy picit. Gyors beszélgetés, evés-ivás. Viszont kaptam ma egy e-mailt egy nézőtől, aki azt kérdezi tőlem, illetve az e-mailben azt kérdezte, hogy mi a videóvágásnak a titka. A jó videóvágásnak a titka.
Igazából nem tudom, hogy van ennek valami titka. Ha jól meg akarsz valamit tanulni, valamibe profi szeretnél lenni, akkor azt javaslom, hogy gyakorolj. Minél többet csinálod, annál nagyobb gyakorlatra fogsz szert tenni, és annál jobb leszel idővel benne. Van erre egy nagyon jó videó, a Bro Test, ha jól emlékszem, ők csináltak, két srác, nagyon viccesek, nagyon jó videókat csinálnak. Be fogom linkelni a csatornájukat ide a videó leírásában. Javaslom azoknak, akik szeretnének egy kicsit megtanulni jobban vágni, hogy nézzék meg azt a videót. Nézzünk pár vágási technikát, amit nem tudom, hogy tanítanak-e filmes iskolákban. Én ugyanis nem tanultam filmes iskolában, nem is jártam soha életemben, hanem mindent, amit tanultam, úgymond saját magam videókból, más profiktól szereztem be. Most nézzünk néhány vágási technikát, amit én is előszeretettel szoktam használni. Ez például egy olyan vágás volt, amikor a kamerát így elforgatod. Tehát egyik helyszínről a másikra átváltasz, akkor így elforgatod mindig a kamerát, átforgásnál vágod el a videót. Itt most tulajdonképpen annyi történt, hogy ide a mellkasomhoz tettem a videókamerát, és így szép lassan elemeltem, eltávolítottam magamtól. Ez is lehet egy vágási fajta, vagy ennek az ellenkezője, amikor például lezárod a vlogot, akkor így magadhoz rakod, és elsötétül ugyebár a kép. Igazából arra kell törekedni, hogy mindig a megfelelő pillanatban helyezd el a vágást, illetve ne vágjál félbe szavakat, vagy szituációt, ne pont akkor vágd el, amikor a legérdekesebb dolog történik. Esetleg még annyit tudok mondani, hogy nézd meg pár videóvágással kapcsolatos egyéb ilyen tutoriálokat esetleg. Azok jobban belemennek ezekbe a vágásokba, mint amennyire én mentem bele, de tulajdonképpen nincs nagy hókusz-pókusz ezekbe a vágásokban. Minél egyszerűbb, annál nagyszerűbb. Sziasztok! Szóval én most itt a videóvágásról elég felszínes módon beszélek, de ha szeretnétek, hogy készítsek egy külön videót, amiben pontosan bemutatom azt, hogy hogyan vágok meg az elejétől végéig egy vlogot, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra, erre a vlogra, és akkor abból tudni fogom, hogy van-e rá kereslet, vagy nincs. Stop knocking at my door. You used to be a good friend of mine. Úgy szintén, hogyha kérdésetek van még a videóvágással kapcsolatban, akkor azt is nagyon szívesen várom kommentbe ide a videó leírásához, jó? Ne felejtsétek el, hogy még mindig lehet nevezni a nyeremény játékra, ahol megnyerhetitek ennek a kettő fidget spinnernek a valamelyikét. Ha jól emlékszem, akkor 22-én lesz kisorsolva ez a két spinner. Ne felejtsétek el, ide kattintva meg tudjátok nézni a fidget spinnerekről szóló videómat, és az alá kell kommentelnetek. Igazából nem is koptatom tovább a számot, nem is rabolom tovább az időtöket sem. Ennyi volt a mai vlog, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a hétvégén, ezen a napon is. Jövök holnap. Remélhetőleg, hogy sokkal, de sokkal jobb idő lesz, mint amilyen ma meg tegnap volt. És így kibírom próbálni, illetve tesztelni tudom a Segway-t és a City Rollert, hogy melyik az ideális, a melyik a jobb. Találkozunk holnap. Sziasztok! Finom a lábikód? Igen? Finom? Jó, értjük!